Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. A mai videóban az adrenalin, vagy másik nevén az epinefrin működéséről és különleges hatásairól lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A kortizolt és az adrenalint a mellékvesék állítják elő, és ők készítik fel a testünket egy stresszes helyzetre. Mondjuk, ha a medve előkerül a bokorból. A különbség közöttük az, hogy az adrenalin azonnal aktivizálódik és rövid a hatása, míg a kortizol pár perc után termelődik és hosszabb a hatása. A kortizolt a mellékvesek kéreg termeli és a vérben van jelen, míg az adrenalint a mellékvesék belseje és neurotranszmitterként az idegrendszerben működik. Az adrenalin szintünket a legnagyobb mértékben a félelem emeli meg, tehát a félelem hatására termelődik a legtöbb adrenalin. Ezen kívül az edzés, a sportolás, az izgalom, a fizikai fenyegetettség, a fight or flight reakció, ez ugye a szorongás és a stressz egy magasabb fokozatú állapota, illetve az alacsony vércukorszint. Rövid ideig tartó adrenalin növekedésnek pozitív hatásai vannak a szervezetünkben, azonban a hosszú távú, folyamatos adrenalin jelenléte jelentősen meggyengítheti a mellékveséinket. Az adrenalin miatt nő meg a pulzusszám, mondjuk akkor, amikor valamilyen hirtelen veszélyhelyzetbe kerülünk, és az adrenalin okozza ilyenkor az izzadást is. Az adrenalin hatására kitágulnak a tüdőszövetek és a koszorúér, ami ugye logikus, mert egy félelmetes helyzetben várhatóan több oxigénre és vérre lesz szüksége a szerveknek, így az adrenalin azonnal másodperc alatt megteremti az állapotot a testünkben, hogy biztosítva legyen a több oxigén és a több vér. Egyes esetekben akár emberfeletti teljesítményt is képes előidézni rövid időre, például amikor az anya képes egy kézzel az autónak az elejét megemelni, hogy a saját gyerekét megmentse. Az adrenalin azonnal aktiválja a hipotalamuszt, az agyalapi mirigyet és a mellékveséket, melynek hatására a testünk erősebb és éberebb lesz. A hangsúly az éber állapoton van, illetve javul a látásunk is. Felszabadítja a májban eltárolt cukrot, mivel ugye a hirtelen veszélyhelyzetben azonnal energiára van szüksége a szerveknek. Az adrenalin hatására megnő a fájdalom tűrő képességünk, tehát több fájdalmat tudunk elviselni. A bőt alatt kb. 50%-kal megnő a szintje, mivel az adrenalinnak az is feladatai közé tartozik, hogy mobilizálja, hogy elérhetővé tegye a testünkben eltárolt zsírokat, és ugye a bőt alatt a zsírokat használja a szervezetünk, tehát más szóval zsírt égetünk. A túl sok adrenalin, tehát a krónikus mellékvese aktivitás hatására gyengülhet a szív, kimerülhetnek a mellékvesék, ami fáradtsághoz vezet, romolhat az alvás minősége, illetve kialakulhat olyan állapot is, hogy nem tudunk már megnyugodni és elaludni sem. A mellékvesék megnyugtatásának egyetlen egy módja a pihenés, a relaxáció, a stressz helyzetek kizárása, az elvonulás, a stressz menedzselése, a félelmek leküzdése, a tévé és a média hírek eltávolítása a mindennapjainkból. A mellékveség számára a legfontosabb vitaminok a B-vitaminok, főként a B1 vitamin, a C-vitamin és a D-vitamin. Tehát ha több adrenalin szeretnénk, vagy regenerálni akarjuk a mellékveséket, elsősorban erre a három vitaminra ajánlott fókuszálni. A B-vitaminok pótlására a legjobbak a sörélesztő, illetve a tiszta méhpempő, a D-vitamin szintünket a napon való tartózkodással tudjuk emelni, a C-vitamint savanyú káposztával, limonádéval, homoktövislével, zöldségekkel ajánlott pótolni. Az adrenalin csökkentéséhez a legjobb módszerek a mély légző gyakorlatok, meditáció, a jóga, a tai chi és a meghitt beszélgetések. Súlyos allergiás helyzetben a betegnek epinefrint, azaz adrenalint adnak be, ezt ugye filmekben is gyakran látjuk. Ebből levonható az a következtetés, hogy az allergia az asztma kezelés egyik legfontosabb eszköze, az adrenalin termelő sportok, tevékenységek gyakori végzése. Az optimális éberség és a fokozott izgalom állapota, amelyet az adrenalin hullámzása hoz létre, gyakran még jóval azután is megmarad, hogy a hirtelen termelődését kiváltó inger már nincs jelen. Ha éberebbek akarunk lenni, ha az éberség állapotába szeretnénk kerülni, ami ugye tisztább gondolkodást, illetve a körülöttünk lévő világ és a
az emberek jobb megértését jelenti, az adrenalin a leghatékonyabb eszköz a kezünkben. Ha nem csak a felszínt akarjuk megérteni, de érteni akarjuk a mélyebb okokat, az események valódi eszenciáját, amihez ugye éberség kell, a nyugalom és a pihenés helyett a konfliktus és a kockázat keresése, az állandó cselekvés, ami szükségszerűen hozza ugye a félelmeket is, sokkal hatékonyabb eszköz a kezünkben ennek eléréséhez, mint nagyon sok tudás megszerzése. Más szóval a sok könyvből és gurutól megszerzett tudás helyett sokkal többet érthetünk meg a világból, és eredményesebb lehet az életünk is az adrenalin szintünk rendszeres növelésén keresztül. A félelemtől mindenki menekül, pedig a félelem az, ami igazán felébreszt. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az adrenalinról, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harang gombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.